Sziasztok, Polgár Tünde vagyok, és a férjem Polgár Árpád. Szeretnék nektek ma egy könnyen elkészíthető grillezős halreceptet megmutatni, amit bármikor vendégeknek elkészíthettek. Szerintem kezdjünk is hozzá. Na, akkor egyik hal az enyém? Nem, inkább mondom, hogy mit csinálunk, jó? Na, akkor tessék, először is töröljük le egy picit, hogy ne legyen olyan nedves. Szerintem már nem nedves. Minden ráragad. Nem, nem a békönnel kezdünk. A férfiak mindig a békönnel kezdenék. Ezt nem is értem, hogy miért. Akkor megsózzuk? Megsózzuk, megborsozzuk. Akkor nyisd ki, ahova sónak kell menni. Rendesen, alaposan. Így leesik. Így jó? Még egy picit. Ne bohotkodj. Jó, ez nem olyan, hogy? Nem. Nem? Te azért jól sózok, nem? Jó. Borsot is légy szíves, az egy vegyes bors, de többféle borsból állították össze. Elég lesz, mert nem mindenki szereti, hogyha túlságosan csípős. Most kakukkfüvet fogunk vágni. Ezt bele fogjuk morzsolni szépen. Idejbe? Picire vághatod, de én nincs nagyon szét. Szeretem akkor is, hogyha egészben tesszük be a kakukkfüvet, úgy. Elég lesz. Teszek elég egy kis egészet. Nem, az sok lesz. Nem. Jó. Most jön a sárgarépa. Megtöltjük, hogy legyen benne valami finom. Te nyitod, én töltöm. Édeskés, kellemes ízű. Azért, hogy a hal és a bacon szépen olaj összetapadjon, nem. Egy icipicit lisztet finoman liszt megmasszírozzuk. Fejére nem kell? Fejére nem, mert oda fog. Most jön a bacon. Most végre elérkezett az a pillanat, hogy jöhet a bacon. És akkor kezdhetem be tekerni? Biztos, hogy ez nem, a fejét még nem. Nem, a fejét. Nyakától. Innét? Úgy. Szorosra. Szorosabbra? Így. Mi lenne, ha te fognád és én tekerem? Mi lenne, ha megmutatnám, hogy kell tekerni? Jó. Vagy tudod, és húzhatod a békönt, nézd? És én adogatom neked, abban lehet, hogy jobb vagyok. Nagyon ügyes vagy az adogatásban szerintem. És ezt bármilyen hallal meg lehet csinálni, tehát hogyha valaki egy keszeget szeretne, vagy bármi mást, pici olívaolajjal meg kell majd kenni ahhoz, hogy ne ragadjon oda a grillen. Öntsem rá, vagy kenjem? Nem, kenjük. Főként nem is a békönös része fog oda tapadni, de arra maga is kell. A bőre. Látod, ez itt nem. A bőre, ami. A bőre, a feje és a farka. Na, szerintem induljunk el sütni. Hát igen, induljunk el sütni. Hajrá. Te vagy a grillmester, mint minden családban mindig a férfi a grillmester. Nos, amíg sül a hal, 15 perc múlva meg kell fordítanod arra, figyelj oda. Addig gyorsan összedobunk egy salátát. Salátát. Na, szeretelhetek valamit? Én azt szeretném, hogyha mindent nagyon vékonyra szeretelnél. Paprikával kezdhetem? Nem. Nem, ezzel. Tehát, hogy egy picit a rukkolát is felszeleteled. Tényleg? Megmutassam a titkát? Hát szerintem tudom. Most figyelj, megmutatom, hogy én hogy csinálnám. Nagyon ügyes vagy. A hal mellé mindig minden megy, ami egy kicsit citromos, citrusos. Ügyes ezt nem vagy? Kell felszelni. Azt nem kell felszelni. Azt lehet beletenni? Igen, de nem az egészet, tehát azt is ízléssel, jó? Lehet, akkor inkább segítek. Nem ízléssel, hanem mértékkel. Mértékkel, hát. Mert hogy lehet ízléssel valamit beletenni? Úgy lehet ízléssel, hogyha valaki nem nagyon szereti a sok. Tegyünk bele sárgarépát is. Azt is ízléssel, vagy mértékkel? Ízléses mértékkel, mit szólsz hozzá? Így. Csippenthetsz is úgy. Így lehet. Még, mert sárga színből sosem elég. Még van paradicsomunk. Menni fog hosszába. Hosszába? Mit beszéltünk meg? Mindent hosszába? Húha, lehet, hogy ezt inkább nekem kellene csinálnom, mert ebből sok minden lesz, de csík, nem? De nem jól csinálod. Ebből hogy lesznek ilyen szép csíkok? Tessék. Most mondanám, hogy Julienre vág, de ez biztos nem menne. De szerintem, hát ezt én is meg tudnám csinálni. Na tessék. Még egy paradicsom kell. Na most én ezt így a mozgásodat figyeltem, ez volt a többlet benne. Ezt tetted bele. Nem. Mert egyébként az elejétől másképp csináltam. És akkor a paprika? Vagy azt grillezzük? Én azt gondolom, hogy igazán jót tenne, hogyha egy pici extra ízt tennénk bele. Lapokra vágt szépen. Így először? Úgy. Tehát pici extra ízt tehetünk azzal, hogyha bármilyen zöldséget egy icipicit meggrillezünk, és akkor ugyanazt a füstös ízt meg fogja kapni a salátánk is. Úgy értettem? Mondjuk a halunk. És akkor ez ennyi? Ennyi volt, de még szeretném a sárga paradicsomot is csinálnál nekem. És addig, amíg te azt szereteled, én megpucolok egy narancsot. És ezt föl fogjuk szeletelni? Azt föl fogjuk. Ugyanúgy, pici, vékonyra. Ezt nem értem.
miért nem érted? Hát miért nem szedjük gerezdekre szét, és ugyanaz így, a végre? Mert nem lesz ugyanolyan kis vékony. Nem lesz annyira, az a lényeg, nem lesz annyira nedves, nem szaftos. Nem, az a lényeg, hogy amikor a villádra felszúrsz egy falatot, akkor abban mindig minél több minden legyen. Zseniális. Legalábbis én azt gondolom, hogy jó úton haladunk afelé, hogy ránézni és jó legyen. Én csak egy pici bazsalikomot szoktam extrába rátenni, mert így is elég sok íz kavarodik össze-vissza, de nagyon keveset tettél, hát még? Ne haragudj, ez így kevés lesz. Még nyugodtan, bőségesen meglocsoljuk egy fél citromlevével, pici olajat teszünk rá, kész is a salátánk, és a szerencsénk van, és a grillmester nem hagyta túl sokáig a halat a tűzön, akkor talán még lesz is hozzá mit tenni. Gyűrűből, csinos legyen. Egy kicsit én nyomkodnám azért, hogy ne. Nem kell nyomkodni. Tudod, azért, hogy ne essen szét. Kézzel nem nyúlkál, nem fog szétesni, nézd meg milyen szép. Látod? De hát látod is, leesett az a... Úristen, egy paradicsom leesett, akkor már ne is együtt meg teljesen igazadban. Ha volna, nem esett volna le. De nem fog. Na látod, most akkor látod, minek állok itt, ha nem csinálhatok semmit. Akkor tegyél ide szépen három paprikát magadnak, én addig kiteszem a másikba is a salátát, de és eszünk, mielőtt kihűl. Igen, de azt megnyomkodjuk egy kicsit, mert jó. Akkor sokkal szebb lesz. Ez a tiéd lesz, ez nyomkodva lesz. Elég jól megnyomkodtam? Nem jól nyomkodtam. Ezt jobban meg kell nyomni. Biztos sokkal szebb lesz, amit te csinálsz. Wow! Na, tetszik látni a különbség? Ezt érdemes megnézni egyébként. Ez egy sündisznó. Ez egy ilyen szép kerek. De én éhes vagyok, nekem jó lesz a sündisznó. Csak együnk. Adjál paprikát is magadnak. Különbséget az ott. Paprikát. Nyomkodni kell. Ez a lényeg. Szerintem üljünk le és együnk. Jó. Jó étvágyat. Jó étvágyat.